Tisztelt egybegyűltek! Tisztelettel köszöntöm az egyként felsorolkozó szervezeteket, a Mi Hazán Mozgalom és a Mi Hazán Kifjai tagjait, a Betyár sereget, a Magyar Önvédelmi Mozgalmat, a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalmat és további megjelent bajtársainkat. Mai rendezvényünk főszervezőjeként úgy gondolom, jobb, ha már a legelején felhívom a hallgatóság figyelmét, hogy az előttünk álló beszédek, olyan szavakat és mondatokat tartalmazhatnak, melyek a liberális téveszmélyű egyének abnormális lelki nyugalmát megzavarhatják. Azon kisebbségi etnikum tagjait, akiknek fajtája ma többször említésre kerül, pedig egy régi közmondásra szeretném emlékeztetni. Akinek nem inge, ne vegye magára! Ennek tudatában ajánlom mindenki figyelmébe mai szónokaink szókimondó igazbeszédeit. Arról is szükséges pár szót ejtenem, hogy többek között miért így gyűltünk össze a Maglódi úti büntetés végrehajtási intézet épülete előtt. Több lakossági megkeresésről értesültünk, hogy a bűnözők és hozzá tartozóik közötti napi rendszerességű ki- és beordibálás zavarja a közrendet, a helyi lakosság nyugalmát. Még az elmúlt nyári napok 38 fokos hőségében a lakosság nem tud az esti órákban szellőztetni, mert az üvöltözést vagy a bömbölő cigányzenét kell hallgatnia, addig a rabok szabad ember módjára élik minden mindennapjaikat a börtön falain belül. Mivel azonban 2019-ben volt már példa arra, hogy aki szólni mert a hozzátartozóknak, hogy fejezzék be a hangoskodást, azt úgy összeverték, hogy belehalt sérüléseibe, a környék lakóin félelem lett túl rá. Fordultak segítségért az önkormányzathoz, de nem az ő hatáskörük. A rendőrséghez még sincs állandó rendőr jelenlét, és a büntetés végrehajtási intézet igazgatójához is, de nem történt semmilyen észlelhető változás. Azért választottuk tehát többek között ezt a helyszínt a bűnözés elleni demonstrációnk megtartására, hogy kellőképpen rávilágítsunk erre a problémára is. Biztosítani szeretném a kőbányai lakosságot, hogy a mi hazánk a rendpártjánál, és nem hagyunk magatokra. Fővárosunkban a további általánossá vált közbiztonsági kockázatot a hajléktalanok jelentik. Általában valamilyen tudatmódosítószer befolyásoltsága alatt az utcákon és tömegközlekedési eszközökön egyaránt zaklatják a budapestieket. Mindenki által ismert ez a tarthatatlan állapot. A mi hazánk és a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjaival rendszeresen végzünk közbiztonsági felméréseket, sétákat, és amikor a lakosság zaklatását tapasztaljuk, akár csak agresszívebb kéregetés formájában, Törvény adta, lehetőségeinkkel élve teszünk a nyugalom helyreállításáért. Ez csupán idéglenes megoldás, de mégis több, mint a semmi, és ezért innen is szeretnék köszönetet mondani bajtársaimnak. A magyarországi bűnelkövetésnek számos típusa létezik, tehát mely ellen egyaránt fellépünk, de akad egy szubkulturális jelenség, melyet kiemelten szükséges kezelnünk. Ez a cigánybűnözés. A cigányság integrációja évszázados probléma. A cigánybűnözés, mint fogalom, hivatalosan évtizedek óta létezik, de tulajdonképpen azóta, amióta cigány él a világon. Mégis úgy tűnik, hogy nem lép fel kellő erővel a megoldás érdekében sem a kormány, sem a rendőrség. El kell döntenünk végre, hogy mi a fontosabb. A liberális emberi jogok, melyeket az Európai Unió és más nemzetközi intézmények kényszerítenek ránk, vagy az élethez való jog. Mert az életterünk megvédéséhez igenis jogunk van. Önvédelmünk megköveteli a büntető törvénykönyv szigorítását, a gyilkosok és a többszörösen visszaeső erőszakos bűnözők adott esetben végleges kivonását a társadalomból mindent meg kell tennünk. Az ellen a folyamat ellen, ami Amerikában és több nyugati országban már lezajlott. Az európai távol álló emberfajták uralkodni akarnak rajtunk. Elég megnézni az elmúlt évek eseményeit. Az Amerikából kiinduló lázongásokat, melyek fehéreket kényszerítettek térdre egy néger bűnöző megölése miatt. Vagy emlékezzünk a franciaországi zavargások miatt, alig több, mint egy hónappal ezelőtt tartott tüntetésünkre, a francia konzulátus épülete előtt. De voltak éppen bármelyik magyarországi esetet fel lehet hozni, amikor cigányokkal kerül szembe egy magyar. Legyen egy iskoláskorú gyermek félelemben tartásáról szó, vagy egy magyar nyugdíjasról, aki a megérdemelt pihenését nem tudja nyugodt körülmények között eltölteni a cigányság általános életvitele miatt. Liberális önállítás az egyenlőség mítosza. Egy bűnözővel nem finomkodhatunk. Ki kell mondani, amit már jó ideje nem mer kimondani senki. Nem csupán az illegális bevándorlók okoznak súlyos anyagi, közbiztonsági és demográfiai károkat Magyarország és Európa számára, hanem az Európai távol távolálló más kontinensen őshonos bevándorlók és a hazai cigányság is, ha a kormány elereszti a gyeplőt. Szorosan fogva a kantárt, kézben lehet tartani a hazánkra nézve kártékony elemeket, de ahhoz keményebb intézkedésekre lesz szükség. Vannak ma Magyarországon olyan pártok, melyek úgy tűnik, minden kisebbség érdekét előbbre valónak tartják a magyarság érdekénél. A mi hazánk azonban kimeri mondani, hogy Magyarország a magyaroké. Mit jelent ez? Azt, hogy nem kell nekünk igazodni senkihez. Nem kell nekünk megtűrnünk a cigánybűnözés szubkultúráját, a gyermekek LMBTQ-agymosását, a Budapest Pride felvonulást, semmit. Igazodjanak ők mi hozzánk. Ez a Magyarok és nem hagyhatjuk, hogy a kisebbségek közül bárki is úgy érezze, hogy itt ő az úr. Minden Magyarországon élő személynek tisztelnie kell történelmünket, kultúránkat. És akik nem képesek elfogadni, hogy Magyarország keresztény gyökerekkel rendelkezik, akik nem képesek megérteni, hogy örökérvényű törvények uralkodnak az életben, azok ne önkormányzatokban és a parlamentben képviseljék életellenes világnézetüket, hanem húzzák meg magukat, vagy takarodjanak országunkból. Mai eseményünk célja, mint az a bejelentésről készült hivatalos rendőrségi jegyzőkönyvben is szerepel, demonstráció az országos bűnelkövetés visszaszorításáért. Megemlékezés az elmúlt években a magyarokkal szemben elkövetett magyarországi támadások áldozatairól. 2021-ben már kezdeményeztem, hogy minden évben legyen egy nap, amikor kifejezetten a cigányok által magyarok ellen elkövetett bűncselekmények áldozataira emlékezünk. Tavaly a Magyar Önvédelmi Mozgalom és a Mi az Mozgalom tagjaival közösen tartottuk meg az első ilyen rendezvényt. Köszöntök mindenkit a cigánybűnözés áldozatainak emléknapján. Isten nyugosztaljon minden áldozatot, de itt nem állhatunk meg. Kérünk, Urunk, sújts le belátásod szerint kellő erővel a bűnösökre. Trianonról az 1920-as években nem pusztán beszédekkel emlékeztek meg, hanem irredentizmust hirdettek. És mindent megtettek azért, hogy visszaszerezzék az elcsatolt területeket. Ma már azonban tisztán kell látni, hogy nem azt a világot éljük. Az elszakított területekről lemondanunk nem lehet, de visszaszerzésük jelenleg kivitelezhetetlen, így maradnak egyelőre a megemlékezések. A cigánybűnözés áldozatainak emléknapján viszont nem maradhatunk pusztán, a megemlékezésnél. Mint égetően aktuális problémával foglalkoznunk kell, ahogy a 20 években a megemlékezés, ahogy a 20 években harcot hirdettünk elszakított területeink visszaszerzéséért, úgy kell most harcot hirdetnünk a cigánybűnözés ellen és az európai etnikai és Európa etnikai összetételét veszélyeztető idegen elemekkel szemben. Európai életterünket meg kell védenünk. Európa az európaiaké, Magyarország a magyaroké.